Kedves szülők és jövendőbeli szülők, szeretettel köszöntelek benneteket. Egy sorozat kezdetén vagyunk, melynek fő témája a kötődés, ezen belül is a kisbabák kötődése az ő szüleikhez, elsősorban édesanyjukhoz, édesapjukhoz és a tágabb családi körhöz. Mielőtt ennek a részleteibe belekezdenénk, a mai témánk az a kötődés lesz úgy általánosságban. Szeretném, ha egy kicsit meglátnánk, hogy az élet különböző területein hogyan van jelen a kötődés. Amikor egy kisbabára gondolunk, és arra, hogy megszületik, felmerül a kérdés az, hogy mikortól kezdő kötődni az ő szüleihez. Vannak olyan elméletalkotók, akik úgy gondolják, hogy a születés pillanatától kezdődik el a kötődés a gyermek és az édesanyja között. Mivel, hogy a születés pillanatától van az a pont, amikor az édesanyja már ölében tudja tartani az ő gyermekét, meg tudja etetni, meg tudja mostatni, öltöztetni tudja, azaz válaszolni tud különböző szükségleteire, és minden szükségleten túl pedig az édesanyja ki tudja fejezni az ő végtelen szeretetét az ő gyermeke iránt. Azonban vannak olyan elméletalkotók is, akik úgy gondolják, hogy a kötődés sokkal korábban kezdődik, és pedig nem feltétlenül a születés pillanatában. Épp ezért az elsődleges nagy kérdés az, hogy mikortól élő ember, mikortól számít a kisbaba élő embernek. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy miután megszülettünk, vagy amikortól megszülettünk, igazából onnantól számítunk mi embernek. Onnantól kezdve van nevünk, meg lehet határozni, kik a szüleink, erről papírunk lesz, meg lesz benne határozva, mikor születtünk, hol születtünk, sőt, még az a súly is fel lesz jegyezve, amennyivel születtünk, és nagyon-nagyon sok más adatot lejegyeznek arról a pillanatról, amikor a világra jöttünk. Innentől kezdve mindenki tudja azt, hogy akkor egy élőlénnyel van dolgunk, és ez az élőlény elkezd kötődni azokhoz, akik a környezetében vannak, és akik válaszolnak az ő szükségleteire. Azonban, ha elfogadjuk azt az elméletet, miszerint az kis élet, amely ott formálódik az édesanyja a méhében, ember még a születése előtt is már, még akkor is, hogyha nincs emberi alakja, akkor azt kell elmondanunk, hogy emberként, még ha nincs is itt közöttünk látható, fogható formában, csak az anyamében található, innentől kezdve az is igaz rá, hogy már akkor ott abban az időszakban elkezd kötődni az ő édesanyjához. Épp ezért beszélünk is arról, hogy van a köldögzsinór, ugye a maga kifejezés, hogy zsinór automatikusan elvisz gondolatban bennünket, hogy azzal meg lehet kötni valamit, az valamivel kötődik, kötve vannak egymáshoz az embrió, a magzat és az édesanyja. Na most felmerül a kérdés, hogy ez a kötődés, amely már a méhen belül megkezdődik a magzat és az édesanyja között, milyen mértékben hat ki a későbbi kötődésekre, kapcsolásukra, amit a gyermek majd a környezetében levő felnőttek vagy személyek felé fog végezni. Elsősorban akkor merül ez a kérdés fel, vagy olyan szövegkörnyezetben, amikor olyan édesanyával találkozunk, aki nem kívánja az ő gyermekét. Amikor olyan édesanyával találkozunk, aki a gyermek születése előtt már lemond az ő gyermekéről. Mi van akkor, amikor vannak olyan szülők, vagy vannak olyan édesanyák, akik nem tudják kihordani gyermeküket, és mégis vágynak arra, hogy édesanyák legyenek, és megadatik nekik az, hogy egy kisbabát örökbe fogadjanak, vagy egy nagyobb gyermeket örökbe fogadjanak, és az örökbefogadás által úgymond édesanyákká válnak. Na mi van ezekben a helyzetekben, hogy akkor az az időszak, amit a gyermek magzati állapotban a biológia édesanyja testében töltött, és az a típusú kötődés, ami ott volt, az kifoghat, vagy kihat a későbbi kötődési mintákra, amit majd a konkrét hivatalosan
bejegyzett édesanyja felé fog mutatni, azaz az örökbefogadott édesanyja felé fog mutatni. A helyzet az, hogy igenis, meg nem is. Nagyon összetettek ezek a dolgok, mert hogyha csak annyiról lenne szó, hogy a kötődés, az a születéstől megkezdve kezd kialakulni a gyermek és a környezete között, akkor egyszerű lenne a történet, hogy mindaz, ami a méhen belül történt, arra nem kell odafigyelni, és épp ezért akkor, ami a születés után történt, igazából ennek van elsődleges szerepe. Ez részben igaz, de mivel említettem nektek, hogy ugye van a másik elméleti paradigma is, amihez én is csatlakozni tudok, mint szakember, és pedig az, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, ami a méhen belüli időszakban történt, akkor felmerül a kérdés, hogy mennyire befolyásolja a méhen belüli időszak a későbbi kötődést. Jelenleg azt tudjuk mondani, hogy a 7 hónapos magzati kortól a következő 2 hónapban, ami ugye a 8., a 7., 8., 9. hónapot jelenti, hogy ebben az időszakban már a magzat képes arra, hogy tanuljon. Tehát a tanulási folyamat az nem a születésünk után kezdődik, hanem a már azt is kimutatták a különböző módszerekkel, hogy a magzat is tud tanulni. Mit tanulhat a magzat? A magzat például megtanulhat különböző hangokra figyelni, amit a méhen belül hal. A magzat megtanul megnyugodni, vagy ezzel ellentétben megtanul nyugtalannak lenni. Az a kérdés csak, hogy az édesanyja, aki hordozza az illető magzatot, milyen lelki állapotban van, az meg fogja határozni azt, hogy milyen módon, vagy milyen dolgokat fog megtanulni a magzat a méhen belül. Így, ha a biológiai édesanyja az a terhesség ideje alatt, főleg az utolsó szakaszban többszörösen is kifejezi azt, hogy nem szereti ezt a gyermeket, nem akarja, terhére van, ennek érdekében különböző olyan dolgokban fog belefolyni, ami kimondottan kárára van a magzatnak. Itt gondolok arra, hogy alkoholt fog fogyasztani, vagy különböző fizikai, nehéz fizikai munkát fog végezni, ha droghoz fog folyamodni, és ezzel együttesen az édesanyja nyugtalan, zavart lelki állapotban van, a kisbaba, azaz a magzat ebben az utolsó terhességi szakaszban megtanul, idézőjelbe teszem, megtanul együtt élni egy ilyen agitált, zavart, nyugtalan életközeggel. Megfigyelték a kutatók azt, hogy az olyan édesanyák, akikre igaz az előbbi néhány szó, hogy nem kívánták az ő gyermeküket, alkoholt fogyasztottak, dohányt fogyasztottak, drogot fogyasztottak, igazából nem kímélték magukat, nem egy nyugodt életformát követtek. Ezeknél az édesanyáknál majdnem 100%-ban megfigyelhető, hogy kisebb súlyal születnek a kisbabák, van, hogy korábban születnek a kisbabák, és az is megfigyelhető, hogy születés után sokkal nyugtalanabbak ezek a kisbabák, mint azon társaik, akik egy olyan édesanyja testében voltak, aki kívánta őket, aki pihent volt, aki mindent megtett annak érdekében, hogy a magzat az utolsó terhességi szakaszban nyugodtan és szépen fejlődjön. Úgyhogy látjuk, hogy már a születés pillanatában különböző a startpontja ennek a két csoportban levő kisgyermekeknek. Ha a kisgyermek megtanul együtt élni a nyugtalansággal, az figyelhető meg, hogy a nyugtalanság lesz az ő életközege, miután megszületik. Épp ezért az ilyen típusú kisbabákat nagyon nehéz megnyugtatni. Nagyon gyakran van az, hogy sokkal gyakrabban sírnak, és sokszor úgy sírnak, hogy nehéz őket megnyugtatni. Például, amikor táplálják őket, a táplálék az nem hoz egy nyugvás, vagy megnyugvás számukra. Amikor ölben tartják ezeket a kisbabákat, meg lehet figyelni nagyon gyakran, hogy nagyon kifeszítik magukat, az izomtónusuk nagyon merev, vagy ellenkezőleg, hogyha koraszülött is, akkor pedig nagyon-nagyon puha, olyan, mint hogyha egy ronybabát fognánk a kezünkbe.
Épp ezért, amikor arról van szó, hogy egy kisbabát elhagynak, és talán ilyen volt a mélyen belüli időszak, főleg az utolsó időszak, akkor az a leglényegesebb dolog, hogy ezt tudva próbáljuk meg minél inkább megérteni azt a startpontot, amivel jön ez a gyermek, és igazából szeretettel és megértéssel fordulni feléje, és a megértés alatt pedig pontosan azt értem, hogy több időt szánni rá, és több türelmet szánni rá, hogy a gyermek megértse, hogy most már az ő életközege, az nem egy nyugtalan életközeg, amit megtanult, vagy amivel megtanult együtt élni, hanem ez az új életközeg, ez egy olyan életközeg, ahol nyugalom van, békesség van. Meg kell értsük mi, a szakemberek is meg, akik örökbefogadó szülők szeretnétek lenni, hogy az ilyen típusú gyereknek most meg kell tanulni azt, hogy létezik biztonság. Ha korábban ő a méhen belül azt tanulta meg, hogy nincs biztonság, igazából ő nem tudja ezt így megfogalmazni, de mi tudjuk, hogy erről szól a történet. Tehát, hogy ő azt tudja, hogy a nem biztonságos életközeg a normális, most születés után azt kell megtanulja, hogy van egy másik normális életközeg, ami meg biztonságot ad neki, nyugalmat ad neki, és mindenképpen stresszmentesebb életközeget ad neki. Ha a korábbi életszakaszban ez nagyon súlyos volt, azaz súlyos volt az a teher, stressz, aminek ki volt téve a magzat, akkor a megnyugvás időszaka a sokkal hosszabb időszak lesz. Tehát az, hogy oda eljutni, hogy a gyermek megnyugodjon, a sokkal hosszabb időszak lesz, mint egy olyan élethelyzetben, amikor talán a kisbaba kevesebb stressznek volt kitéve. No hát, elsősorban, hogyha az örökbefogadó szülők szeretnétek lenni, és kisbabárban gondolkoztok, vagy olyan kisgyermeket szeretnétek örökbefogadni, vagy nagyobb gyermeket, akinek az élettörténetéből kiderül, és el fogják nektek mondani, hogy nem kívánt az édesanyja az ő gyermekét, akkor az első dolog, amit együtt, mint házas pár, és majd mint jövőbeli szülők el kell döntenetek, hogy a legtöbb türelemmel fordultok ezekhez a gyerekekhez. Meg kell értenetek, hogy az ő nyugtalanságuk, agitálásuk, az ő vergődésük, az nem ellenetek fordul, hanem az egy olyan csomag, amit már egy nagyon korai szakaszból magukkal hoznak. Épp ezért minél idősebb egy gyermek, amikor örökbe fogadják, és talán egy ilyen zavartabb élethátérből jön, annál inkább több időre lesz szüksége arra, hogy lenyugodjon, és úgymond hazataláljon, és békességre találjon majd a ti családotokban. Na, hogy mit jelent a biztonságos kötődés, erről majd a következő kis filmben fogunk beszélni. Köszönöm a figyelmeteket!